azért büszkén el tudom mondani, hogy Magyarországon mindenképpen a top kettő között vagyunk, és a rendszer és a projekt tekintetében én úgy gondolom, hogy egyedülálló még Magyarországon is, hogy egyszerre csippes, RFID csippes, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálást is korszerűsítő projekt került bevezetésre. Külön-külön elméletileg még működnek elemek Magyarországon egyes településeken, de így együtt bevezetése nincs tudomásom, hogy bevezetése került volna bárhol is. És nyugodtan elmondhatom azt, hogy európai szintű, nyugat-európai szintű szolgáltatás igénybevételére lesz lehetőség a nyíregyházi lakosságnak a közeljövőben. Na, mindezt milyen finanszírozási háttérrel sikerült létrehozni, mert erről még nem beszéltünk, mert ez is nagyon fontos, hogy a zsebünknek mennyire fáj vagy kedves egy ilyen program. Közel 1 milliárd 200 millió forintos projektről beszéltünk. 95%-os támogatási intenzitással került ez a finanszírozásra, és abban reménykedünk, hogy a maradék 5%-ot is még az önerőből esetleg meg tudjuk szerezni. Tehát azt gondoljuk, hogy a város számára, a városok számára ez egy rendkívül hatékony program, és ez igazán jól fog hasznosulni ez a forrás, amit erre tudtunk megszerezni az Európai Uniós források közül. No, hát a jövőképet is fessük föl, persze mindig minden rendszeren lehet javítani és szépíteni. Én gondolom, hogy a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Munkatársai azért már a jövőben gondolkodnak, örülnek annak, hogy ebben most a végkifejletekben dolgozhatnak. Mi lehet a tovább lépés? Két gondolatot csak. Az egyik az, hogy az a hulladék a legolcsóbb, amelyik nem keletkezik. Szóval mindenképpen a lakossági tudatformálás az elsődleges olyan tekintetben, hogy a nyíregyházi lakosság megtanulja azt, hogy miként kell a hulladékot kezelni. Nem feltétlenül minden hulladéknak az kell, hogy legyen a sorsa, hogy bekerül a kukába és elszállítják. Az elsődleges energiaforrások megkímélése érdekében a szekundáris nyersanyag képzés, a szelektív hulladékgyűjtés egyik legfontosabb momentuma az, hogy a hulladék keletkezésének időpontjában a hulladék tulajdonosának lehetősége legyen eldönteni, hogy hova fogja azt a hulladékot elhelyezni. Ez a legfontosabb momentum. Szóval be kell vinni a hulladékgyűjtést a háztartásba, a lakásba, ami ilyen beltéri hulladékgyűjtő eszközök segítségével valósulhat meg, hogy a keletkezés pillanatában azonnal el tudjam dönteni, hogy mi legyen a sorsa annak a tárgynak, amelyik számomra már használhatatlan, feleslegessé vált, viszont mások számára elképzelhető, hogy még értéket képvisel. Ez az egyik dolog, a másik dolog viszont elképzelhető, hogy a hulladék utaztatása is egy felesleges költség, egy felesleges mozdulat. Lehet, hogy a hulladék hasznosítást ide kell hozni Nyíregyházára, hogy az itt keletkező hulladékot itt feldolgozva alakítsuk át termékké, olyan termékké, amelyik esetlegesen a közérdeket szolgálja. Gondolok arra, hogy készítsünk belőle hulladékgyűjtő edényzetet, mert lehetőség van rá, technológia van rá, alapanyagunk van rá. Ne kelljen elvinni az ország másik részébe, hogy ez megvalósuljon, és ezzel együtt a közszolgáltató is, és Nyíregyháza lakossága is mindenképpen hasznot tud húzni. A növényzet kiválasztásán ugye nagyon sok szempont van. Tehát egyáltalán a növények megfelelnek annak a feltételnek, hogy a biológiai tisztítását tudják végezni. De körültekintek voltak, a tekintetben is voltunk, hogy olyan növényeket választottunk, amik nem allergének. Hiszen ilyen gyorsan nő fajtákról szó, amely gyorsan felszívja a tápanyagot, a nedvességet a talajból, de tudjuk azt, hogy nagyon sok fafajta a nyár félék például, amelyek allergének. Tehát ez gondosan meg lett választva, hogy olyan fajtákat választottunk, hogy ne legyen allergén. Itt is figyelve a későbbi lakossági terhelés ne következzen be. És mindenképpen a lakosok felvilágosítása és egy napi kommunikáció, egy aktív partnerségi kommunikáció nélkül ez nem lehetett volna olyan sikertelen, mint amilyen lett. Hiszen ezeket az eljárásokat, amikor megismertük, akkor nem tudhatta azt egy átlagember, hogy miről is szól a történet, konkrétan milyen beavatkozások fognak történni, milyen anyagok vannak benne. Én azt gondolom, ez megmutató dolog, hogy ez a bizonyos 4 hektár, ez komposztálódott, és a
különböző laboratóriumi vizsgálatok bizonyították, hogy alkalmas erre a szerepkörre, hogy talajréteget képezzen. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcsmomentum volt ebben a történetben. Ezrészt nem károsít, ami olyan anyag volt, az nyilván deponálva lett, és lehetőséget adott arra, hogy ez a bizonyos kis sziget, zöld sziget kialakításra kerüljön. És azt gondolom, hogy én azt kérem, hogy folytassa a ügyvezető igazgató úr, mert nagyon érdekes maga a technológia, ez egy csoda, ami ott történik, hiszen a tisztító berendezés mellett van egy biológiai öntisztulás is, amit a növények alapvetően elvégeznek, és tárolják azokat a bizonyos méreganyagokat. Ezek a úgynevezett csoda növények, nevezhetjük nyugodtan így őket, a fitoremediációs eljárás során hozzák helyre saját maguk azt a talajt, amiben élnek, laknak. Hogy működik ez? Pontosan a fizikai és kémiai megtisztításon keresztül ment víz a területre kerül visszalocsolásra, biztosítva ezzel a növényzet öntözését. A növényzet pedig az a növényzet, ami kiválasztásra került, olyan gyors egzisztencián, olyan gyors növekedésen megy keresztül, ami nagyon nagy vízfelvétellel jár, viszont a káros anyagokat nem a növény szárában és a levelében tárolja, hanem a gyökérzónában. Szóval a későbbi letermeléssel esetlegesen nem kerülnek a káros anyagok tovább szállításra, hanem ott maradnak helyben, és ott bomlanak le a későbbiek folyamán. Alpolgármester úr mondta, hogy olyan növényeket választottunk ki, amelyek nem allergének, természetesen ez a koltai nyár, amelyik hímivarú, és a virágzás közben nem keletkezik az a pollen, ami nem tudom, nagyon sok ember számára allergiás rohamokat szokott okozni.